És hát itt vagyunk a szolnoki vízitelepen egy szép, nyugodt, napfényes szombat reggelen. Viszont vészesen vagy nem vészesen közeledik a duisburgi világbajnokság, úgyhogy kézenfekvő a kérdés, hogy hogy vagy. Köszönöm szépen kérdésedet. Hát megvagyok. Talán azt is mondhatnám, hogy lassan kipihentem. Tehát Kati néni egészen jól időzíti a formát, hogy kijön majd a csúcs érzés a világbajnokságra. Múlt héten volt egy kis holdpontunk, tehát akkor itt voltunk egészen ugye szombatig, de alig kaptunk egy innit hétközben, és akkor hát a Zoli már mondta is, hogy hú, hát ki fogjuk ezt pihenni, hát meg fogunk rogyni, mire elérkezik a világbajnokság, de ezen a héten már, hogy is mondjam, ilyen nagyon finom csiszolás volt, tehát visszaengedett, nem tudta pontosan, de hogy mennyire, de hát ilyen, mint a lovakat a gyeplővel ugye meg kell rángatni, de kicsit engedni is, hogy amikor jön az a bizonyos vágta, akkor oda tudjon csapni a gyeplővel a lovak közé, és akkor tudjunk harcolni. De ha jól emlékszem, azt mondtátok, hogy az olimpia előtt is azt éreztétek egy rövid idővel, pár nappal, hogy egyszerűen nem is fogtok tudni vízre szállni, olyan fáradtak voltatok. Igen, talán lehet, hogy most már csak a szép emlékek mondhatják, hanem, de a tavalyi év az utolsó 5 hét az nagyon brutális volt. Lehet, hogy most már hozzáedződtünk ehhez, de talán ez a világbajnoki felkészülés most nem volt olyan nagyon durva, vagy pedig inkább egy kicsikét más mentalitással készített minket Kati néni. Sokat négyeseztünk, tehát volt olyan hét, amikor minden nap kicsúsztunk négyesbe, nem sokat, valamikor csak egy pályát mentünk, utána még egy pár rajtgyakorlatot, vagy pedig nem is 1000 métert, hanem csak 700-750-et, fölépítettük szépen lassan a pályát, és akkor most elérkeztünk ehhez az utolsó héthez, amikor is modellezzük majd duisburgi világbajnokságon a versenyzést. Csütörtökön már mentünk délelőtt egy előfutamot, délután mentünk egy középfutamot, és ma jönt el ezen a szép kis szeles napon a döntő napja, úgyhogy ugyanúgy készülünk, ugyanúgy keltünk fel, mint ugyanazt azokat a dolgokat akarjuk csinálni, mint majd kint fogunk csinálni a világbajnokságon. Legalább 2-3 órával előtte már felébredtünk, reggeli, nem annyira olajos, hogy azért feküdje meg a gyomrunkat. Most pedig vízre szállunk egyesbe, mindenki szépen bemelegít a saját nyugodt tempójába, ami kell neki. Az Olinak például több kell, szerintem 8-9 kilométert is evezni. Nekem elég mondjuk egy 6-os, a Toma az vízre rakja a hajót, az szerintem már utána készen is van, úgyhogy készülünk. Ugye, ha jól tudom, akkor az még részben kérdéses, hogy mentek-e majd középfutamot kint, tehát ez a résztvevők számától is függ, illetve nyilván attól is, hogy milyen eredményt értek el, te mit szeretnél, 2-szer vagy 3-szor vízre szállni? Hát talán én jobban örülnék ennek a mostani felállásnak, ami az előzetes tervekben van, hogy ugye nem lehet egyből bejutni a döntőbe az előfutam alapján, hanem azt hiszem 4 előfutam lesz, és akkor utána 3 középfutam, az azt jelenti, hogy 3 középfutamból az első 3 egység jut be a döntőbe. Talán az egy kicsikét könnyebb, mint hogyha van 3 előfutam, ahol az első, úgy mint tavaly az olimpián automatikusan bejut ugyan a döntőbe, de akkor azért legalább minimum 2-3 meccség rá szokott menni arra a bizonyos egy helyre, hogy meg akarja spórolni a középfutamot, de én meg szeretek versenyezni legalább egyet előtte, hogy úgy, az előfutam nekünk szerintem egy jó ráhangolódás lenne a középfutamra, ahol szerintem nem sorsolnának össze minket, tehát egy ilyen gigabrutál középfutamot, bár ki tudja, lehet, hogy eltaktikázunk magunkat, vagy mások taktikázzák el magunkat, és akkor besorsolnak egy olyan középfutamot, ahol egy cseh, egy ausztrál, egy magyar, egy német, vagy bárki, egy szlovák összekerülne, és akkor bizony hullanak majd a fejek. Nem kérdezem meg a minden újságíróra által feltett kérdést, hogy milyen várakozásaitok vannak, inkább azt kérdezem helyette, hogy a második válogató után nagyon pozitívan nyilatkoztatok, hogy akkor nagyon együtt volt ez a dolog, azóta volt még időtök felkészülni. Ez alapján hogy érzed? Hát szerintem folyamatosan javult a teljesítményünk. Itt Szolnokon idén nem tudtunk olyan jó pályákat menni, tehát időben egyszerűen soha nem jött össze, hogy nagyon jó feltételek, vagy lehet, hogy fáradtak voltunk, vagy egyszerűen nem jött ki a lépés, de hát 2.52 volt talán, amit itt tudtunk menni a legjobbat. Tavaly olimpia
évében szerintem mentünk itt 49-et is, és akkor ez, hogy mentünk Szolnokon, Szegeden a válogatón egy 48 elejét, illetve egy 47 végét, az akkora plusz jelentett nekünk, hogy na végre azért tudunk mi jót menni, hogyha akarunk, illetve hogyha olyan körülmények vannak. Azért sokat számított. Nem bízzuk el magunkat, mert mostán a közvélemény ugye jobban is figyel ránk, hogy tavaly egy ezüstérmet hoztunk az olimpián, akkor ugye olyan a magyar, hogy akkor egyből, na, akkor ezek dobogon osztak, akkor most már megint biztos dobogon végeznek, és hogyha esetleg nem, akkor hú, hát akkor már megint mit akarnak, biztos kiengedtek az előző évbe. De azt azért tudni kell, hogy utoljára világbajnokságon 2006-ban volt magyar egység dobogon, tehát az sem most volt. Természetesen az első három helyet célozzuk meg, de azért számolni kell az ellenfelekkel, meglátjuk, hogy mire lesz elég az a munka, az a belénk fettetett energia, amit Kati néni végigvitt ezekben a hónapokban velünk. Kíváncsian várjuk, végül pedig azt kérdezném, hogy mi volt itt az elmúlt, gondolom nagyon hosszúnak tűnő 4 hónapnak a legjobb élményeit Szolnokon, ami nem szorosan a kajakkenóhoz kapcsolódott? Hát nem is tudom. Tavaly volt, amikor lehoztam ide a családomat egy hétre, az nekik is nagyon tetszett. Idén most a kislányomat nem tudtam lehozni, de a feleségem lejött pár napra. Azok szép napok voltak, illetve amikor ugye kicsikét megrogyunk, akkor el szoktunk menni közösen egy-két közös programra, moziba volt, amikor itt volt egy nagyon jó fesztivál, akkor benéztünk oda is, de sajnos idén megint csak nem tudtunk elmenni ide a repülőmúzeumba, ami kb. 3 kilométerre van tőlünk, de ezt amióta Szolnokon vagyunk, ezt mindig megfogadjuk, hogy na akkor majd elmegyünk, szerintem ez már csak jövőre fog maradni. Akkor sok sikert ehhez a tervhez is, köszönöm szépen!